A következő kísérletben egy sokmenetű tekercset kapcsoltam össze két vezeték segítségével, érzékeny galvanométerrel. Azt fogjuk megvizsgálni, mi történik akkor, hogyha a tekercs belsejébe mágnest fogok belehelyezni, illetőleg onnan kivenni. Nézzük meg a jelenséget. Tehát először a tekercs belsejéhez közelítek a mágnes egyik végével, jelen esetben a piros végével, a galvanométer balra lendült ki. Ha a mágnes áll, akkor a galvanométer nem jelez. Ha a piros végét kihúzom, akkor a galvanométer jobbra lendült ki. Fordítsuk meg az állandó mágnest, és most a másik pólusával közelítek a tekercs belseje felé. Pont fordítva történik, tehát belehelyezéskor jobbra lendült ki a galvanométer, amikor kihúzom, akkor pedig balra. A következő kísérletben a nyugalmi indukció jelenségét szeretném bemutatni. Két kört raktam össze. Az első körben egy tekercs, vezetékek és érzékeny galvanométer van bekapcsolva. A második körben pedig egy tekercs, vezetékek, kapcsoló és egy egyenáramú áramforrás. A kísérlet lényege a következő. Belehelyezem az áramforrással ellátott tekercset a másik tekercsnek a belsejébe, és nézzük meg, hogy mi történik akkor, hogyha az áramforrásnak az áramát ki- és bekapcsoljuk. Kapcsoló segítségével nyitom és zárom az áramkört. Most zárom az áramkört, látszik, hogy a galvanométer jelez. Amikor kikapcsolom az áramkört, ismételten jelez, pontosan ellentétes irányban. A második körben áramforrás nem volt, mégis a galvanométer áramot jelez. Ennek az az oka, hogy az első tekercs áramának bekapcsolásakor és kikapcsolásakor változó mágneses mező a második kör tekercsében áramot indukál. Jól látszik a kísérletben, hogy csak addig van a második körben, a szekunder körben áram, amíg a fluxus változás lezajlik, tehát a kikapcsolás és bekapcsoláskor az egyenáram nem hoz létre változó mágneses mezőt, tehát ha zárva a kör, akkor a galvanométer, az érzékeny galvanométer nem jelez áramot. Csak a fluxus változás az, ami második körben áramot indít.